Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Próbaüzemben a padlófűtés. Elkészült az Almási kastély geotermikus rendszere, folyik a restauráció. Hogyan éltek a kastélyban? A kiállítás a hátsó fertály, vagyis a cselédség életét is bemutatja. Megújult a közvilágítás. A biztonságos ledes lámpatestekkel évente 25 milliót spórolhat a város. Felkúsztak a tabellán. Az Ajka elleni góllal a szegediek a középmezőny első feléhez csatlakoztak. Vizes árokba esett, átfagyott. Nyakig merült az ittas kerékpározó, akit kimerülten szállítottak kórházba. Napokban megkezdődött a padlófűtés próbaüzeme. Jelenleg az épület előtti kert kialakítása folyik, a falakon belül zajlik a szerelvényezés, és intenzíven végzik a rekonstrukciós munkálatokat. Ez a nap híre. A barokk konyhában már a látogatók számára előkészítettük a járófelületet, ami azért ilyen rácsos, hogy az alatta levő 300 éves téglakupolatot megtekinthessék. Itt Béres István főépítész mutatja, hogy a felújítás alatt álló Almási kastély egykori konyhájában milyen járófelületet alakítanak ki a majdani látogatók számára. Az épületen belül megkezdődött a padlófűtés próbaüzeme, ami azért fontos, mert ez elősegíti az aljzatbeton kiszáradását, hogy minél hamarabb meg lehessen kezdeni a padlóburkolást, és a restaurálási munkálatokhoz is ideálisabb hőmérsékletet biztosít. A kastély tetőfedése hamarosan befejeződik, és az emeleti szakasz már a végleges sárga és zöld színezetét is elnyerte, ahol több javítási munka is szükségessé vált. Nagyon sok fa anyagot, gerendát, deszkázatot, létszezést kellett kicserélni, elsősorban a gombakárosítás miatt. Ezt követően teljes felületen faanyagvédelmi bevonatot kapott a tetőszerkezet, aztán készülhetett el a héjezet, az új palafedés. A padlás burkolata alá a téglaburkolatot fel kell szedni, eltávolítani a szennyezett feltöltést, és egy 20 centis kőzetgyapott hőszigetelést kapott felülről a ház, amire visszakerült a téglaburkolat, illetve egy úgynevezett látogató híd is készült a tetőtérben. Az épület több helyiségében is folynak restaurációs munkák. Az egyik legnagyobb és legszebb teremben a klasszicista stílusú festés helyreállításán dolgoznak, ami komoly feladat elé állította a restaurátorokat. A feltárás és a tisztítás követően kaptunk egy olyan kopott felületet, aminek a helyreállításának a módja. Az egy kihívás, hogy csak annyit tegyünk hozzá ehhez a felülethez, ami arra elég, hogy a régi fényét bemutat, de nem akarjuk, hogy a saját hozzátételünk uralkodóvá váljon a felületen. Nehezítette a szakemberek dolgát, hogy az idők folyamán számos réteg került fel a falra, amiket egyenként kellett eltávolítani, ez lassította és nehezítette a munkát. Nagyon sok sérülés és mindenféle statikai probléma, nyoma látszik a falon, ami egy meglehetősen töredékes festést hagyott ránk, de ebből a töredékes és sérült felületből is egy nagyon szép mintázat rajzolódik ki. A kerítés elbontását követően megkezdődhetett az őspark kialakítása is, a szakemberek kutatásokat követően tervezték meg a kert tér szerkezetét. A végleges forma kialakításához számos fát is el kellett távolítani, ami viszont megmaradt, az jól fog illeszkedni a park arculatába. Itt mindig is egy nagy ovális sétány volt, ez az ovális sétány hasonló módon kerül majd kialakításra, és itt a nagy terasz előtt lesz egy francia kertszerű ovális betét, növénybetét, és természetesen az egészséges történeti értéket képviselő fákat meghagyva, figyelembe véve készül a kertnek a rekonstrukciója. A rekonstrukció befejezésének végleges határideje ez év december 31-e, a kastély a tervek szerint jövő tavasszal fogadja majd az első látogatókat. Hogyan éltek egy kastélyban, ki fűtötte a kályhákat, hány liter víz fogyott egy nap, ki mosta a grófnő fehérneműit, és egyáltalán hol, hogyan éltek a cselédek, akik egy grófi család mindennapjait tették láthatatlanul és szinte észrevétlenül kényelmessé. Ezekre a kérdésekre is választ ad majd a gyulai kastélyban látható kiállítás.
Lukács Zsófi a belső építész, építész, tervezőművész Gyula TV-hez eljuttatott írásából kiderül, hogy a kiállítás tematikája nem áll majd meg a pompás tervek, falfestmények és a családtörténet bemutatásánál, hanem végignézeti a látogatót az arisztokrata világ életének ezen eldugott és alig kutatott területén is. A kiállítás formabontó eszközökkel teszi megélhetővé a cselédség mindennapi életét és feladatait. Kipróbálható lesz a cipőpucolás, időrabló, de szinte művészi tehetséget igénylő mestersége, meg lehet emelni a szobalányok által naponta cipelt vasalót, a mosási utasítások birtokában akár magunk is elboldogulhatunk a vegyszer nélküli világban. Bekukkanthatunk majd egy inas, rekonstruált lakószobájába. A cselédrész kiemelt helyisége a konyha volt, ami közel 200 éven keresztül szolgálta az épület lakóit. A legelső, barokkori konyha régészek által feltárt falai felett virtuális rekonstrukciók segítségével ismerkedhetünk meg, annak korabeli használatával és tárgyaival, miközben egy másikon a 100 évvel későbbi állapotról kapunk képet. Kedvünk szerint recepteket is letölthetünk, de módunk lesz összehasonlítani a 18. és a 19. századi konyhák eltérő technológiáját is. A szobákban nem csak a tárgyak, hanem a fényképek is segítenek bennünket az egykori kastélybeli élet megismerésében. Megtudhatjuk, hány gyertya világította meg esténként a hatalmas termeket, és ennek mekkora fényereje volt a mai fényigényekkel összehasonlítva. A témában további részletek a gyulatelevizio.hu-n olvashatók. Hétfőn megtörtént a közvilágítás fejlesztés műszaki átadása Gyulán. A beruházás révén a városban 2383 ledes lámpatestet helyeztek el, a település az új lámpatestek révén jelentős megtakarításra számíthat. Jóval kevesebb a környezetre káros anyagot bocsátanak ki az új ledes fényforrások. Ezek a korábbi sárga szín helyett fehéren világítanak, de ami ennél is fontosabb, a berendezések karbantartása is egyszerűbb lesz. A Gyula valamennyi város részét érintő program azt is eredményezi, hogy minden egyes körzetben mérni tudják a fogyasztást. Ez teszi lehetővé, hogy az új fényforrások éves szinten 20-25 millió forintos megtakarítást hozhatnak a városnak, vagyis a település anyagilag sem jár rosszul. Igazából kész van a beruházás, tehát a szolgáltató Démász vállalta azt, hogy, és kellett, hogy vállalja azt egy rendelet értelmében, hogy a méréseket neki kell kiépíteni a trafókörzetekben. Úgyhogy megszűnik végül is, október 1-jel megszűnt az az állapot, amikor naptáros rendszerű közvilágításunk volt, vagyis előre ki lehetett számolni, hogy mennyi idő, várható idő lesz a megvilágítási időszak, mennyi a bevitett teljesítmény, és ebből ki lehetett számolni, hogy mennyit fog fogyasztani a város. Ez megszűnt, most már október 1-től mért, minden trafókörzet mérve van, és ez szerint fogjuk fizetni a fogyasztásokat. Remélhetőleg az, amit számoltunk, az a 130-140 kW teljesítmény csökkenés, az realizálódni fog. Kötelezőnek mondható győzelmet vártak a szurkolók a Szeged 2011 Grosics Akadémiától a szombat délutáni Ajka elleni találkozón. A mérkőzés tétje a hazai csapat szempontjából az volt, hogy megerősíti-e helyét a középmezőny első felében, vagy a tabella hátsóbb régiójában lévőkhöz csúszik. Az NB2 11. fordulójában a fehérben játszó Szeged 2011 Grosics Akadémia ellenfele a zöld-feketében pályára lépő ajkai csapat volt a gyulai Grosics a Katolikus Akadémia center pályáján. Már a mérkőzés első percében veszélyes volt a hazai csapat, Máté szabadrugását követően Szovumi tótra rúgta a labdát, ami a kapu irányába pattant vissza. 6 perccel később megszületett az első igazán veszélyes vendégakció. Weidner a félpályáról Szovumninak passzolt, aki 16 méterről a kapu mellé lőtt. Egy minutummal később Mészáros szabadrugását Jánosa fogta meg. A 26. percben Horváth Valentin beadása Günther találta meg, aki 11 méterről a kapu mellé fejelt. Egy perccel később Mészáros szögletét követően Olá Lórán csúsztatta meg a labdát, de a vendégek kapusa éber volt. A 31. minutumban Olá Lórán lövését kellett hárítania Jánosának. Egy igazi csapatjáték eredményeként a hazaiak újból az ajkaiak kapuja felé törtek. Mészáros passzát követően Olá Lóránhoz került a játékszer, aki a bizonytalan védőt kicselezve a kifutó János a feje felett emelte a kapuba a labdát. A 36. percben újabb esély nyílt a szegediek előtt, Zabori passzát követően Germán lövését hárította az arkaiak hálójőre. A 40. minutonban Germán adta be a labdát középre, majd Máté lőtt a kapu felé.
A 48. percben a frissen beállított német veszélyeztette a hazaiak kapuját, mikor egy kipattanó labdát kapásból rugott a kapu irányába, de Berecsán megfogta a játékszert. 3 perccel később ismét az ajkaiak előtt nyílt lehetőség az egyenlítésre. Weitner csavarta a labdát a kapu irányába, de az néhány méterrel mellé szállt. A 63. percben Günther szabadrugása Pákai fejét találta meg, aki egyenesen Benesen kezébe fejelte a labdát. A 70. minutumban Szabó kapta meg a labdát a félpályánál, majd a kapuhoz közelítve távolról lőtt, lövése néhány méterrel a kapu fölé szállt. 84. percben Kéri szökött meg a szélen, viszont a középen érkező Fitos nem találta meg passzával. Az eredmény a 3-as sípszóig már nem változott. Ilyenkor sok mindent megfordul az ellenfél játékosai és edzői fejében. Egyértelmű, hogy új impulzus kaptak a játékosok, ismerjük ugye nagyon jól, legalábbis én ugye Zorán Kuntics játékos pályafutását, habitusát. Nem hiszem, hogy nagyon változott volna az edzői filozófiája. Felkészültünk rájuk, tudtuk, hogy jó csapat ellen fogunk játszani, ez egyértelmű, meg is mutattam a mérkőzésen, hogy nem rossz csapat az Ajka, annak ellenére, hogy ma veszítettek. A vendégegyüttest a hazaiakat dirigáló Nyina Selek egykori ferencvárosi csapattársa, a frissen kinevezett Zorán Kuntics irányította. Sokkal agresszív játékot várom a csapatontól, az, amit láttam, hát 70%-os nem lehet focizni, ebben biztos vagyok benne, és már mondtam is meccs után ott a kispad előtt beszéltünk játékosok, ha kell, akkor 26 órát fogom naponta ezzel dolgozni, hogy legyen agresszívabb a csapat. Ezt a csapat, aki nem agresszív itt a másik osztályban, ez ki fog esni, ebben biztos vagyok benne. Mert annyira kiegyensúlyozott a bajnokság, bárki megveti, de ha mi én így fogunk játszani, mint ma első fél idő, akkor nincs esélyünk. Senki ellen. A Szeged a 12. fordulóban a Kaposvár ellen játszik idegenben. Következő hazai mérkőzésük 2 hét múlva a Békés Csaba ellen lesz. Árokba csúszott egy férfi Békés Csabán, akit polgárőrök húztak ki a nyakig érő hideg vízből. A Békés Csabai rendőrkapitányság járőrei a Dobos Bojtár utca kereszteződéséhez vonultak október 23-án, mert a mentőszolgálat munkatársai kértek segítséget. A helyszínen a mentők egy átfagyott férfit láttak el, akit az arra járó 2 polgárőr mentett ki az ott lévő vízelvezető árokból. Az egyikőjük elmondta, hogy a Fényesi tanyák felől kerékpározott a belváros felé, amikor meglátta a vízzel teli árokban nyakig merült férfit, aki nem tudott kimászni onnan. Szólt a szintén arra közlekedő polgárőr társának, és együtt segítettek a bajba jutott személyen. Az átfagyott férfi a rendőröknek elmondta, hogy a kerékpárját tolta hazafelé, amikor az ittassága miatt belecsúszott a vízbe, és nagyon átfázott. A kimerült személyt a mentők kórházba szállították. Zalai Mihályt választották meg a Békés megyei önkormányzat elnökévé a hétfői ünnepélyes alakuló ülésen. A 18 képviselő a megbízó levél átvétele után tette le az esküt. Rövid hírek következnek. Az alakuló ülés első részében a korelnök dr. Kurcsán László ismertette az ülés menetét, majd a képviselők átvették megbízó levelüket Priski Jánostól, a Területi Választási Bizottság elnök helyettesétől, és letették az esküt. A grémium titkos szavazással 5 évre az önkormányzat elnökévé választotta Zalai Mihályt 15 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett. Zalai Mihály, aki 12 évig volt az orosházi önkormányzat képviselője, a köszönet szavai után azt mondta, szoros együttműködésben képzeli el a közgyűlés munkáját az ellenzéki pártokkal, és ugyanolyan odaadással kíván dolgozni Békés megyéért, mint Orosházáért tette. Az MSZP képviseletében Pluhár László azt mondta, az elkövetkezendő 5 esztendő legfontosabb feladatai azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása kell legyen, amelyek az itt élők életkörülményeit javíthatják, ebben támogatni kívánják a testület munkáját. A képviselő a munkahelyteremtés mellett az M44-es út megépítését emelte ki. A Jobbik frakciója továbbra is úgy látja, sokat ennivaló Békés megyében. Nagy a leszakadás, a hiányosság az infrastruktúrában, ezért olyan ellenzéki politizálást kívánnak folytatni a jövőben is, mint az elmúlt 4 esztendőben, minden támogatni kívánnak, ami szerintük jó a megyének. Zalai Mihály szerint most olyan lehetőségek lesznek a megye fejlesztésére, ami korábban nem lett volna elképzelhető. A Békés megyei önkormányzat következő soros ülése november közepén várható. Bár szerződésben vállalta, hogy átadja helyét a demokratikus koalíciónak, ha a baloldali pártszövetség csak 1 képviselőt juttat a városi képviselőtestületbe, az Együtt PMS, Bot Tamás mégsem tette meg ezt. Az ügyben a Gyula TV-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy becsület dolgában senkitől sem kér kioktatást, és hogy szerinte nincs is ügy.
Mindez azzal indult, hogy nyáron a három párti DK együtt PM-MSZP megbeszélésének harmadik fordulójában azzal állt elő a demokratikus koalíció, hogy bár ő nem adja a közös polgármester jelöltet, mégis az övé legyen a listán az első hely, írta Bot Tamás. Ezt első és másik próbálkozás után is visszautasította az együtt PM és az MSZP. Majd a tárgyalások legvégén és a gyakorlati jelöltállítás lezárultával azzal állt elő, hogy lehet közös polgármester jelölt, azaz Bot Tamás a lista első helyén, de ha csak egybefutó van, akkor mindenképpen a DK embere kerüljön be a testületbe. Azaz nem számít a választók akarata, csak az, hogy DK-s politikus kerüljön a testületbe, írta. Bot Tamás úgy fogalmazott, ennyit a valódi együttműködésről, a közös ellenzéki összefogásról, és arról, hogy ők semmi mást, csak saját rövid távú pártérdekeiket nézték. A baloldali együttműködés nem tudott volna elindulni külön-külön, ha egy zsarolásnak nem engednek, írta. Értelmezése szerint ugyanakkor ez a nyilatkozat azt a háromoldalú megállapodást egészítette ki, amelyet a DK, az Együtt PM és az MSZP írt alá. Így ez a nyilatkozat akkor volna érvényes, ha a jelölő szervezetek aláírásukkal látják el. De nem ez történt, a három párt képviselői nem látták el ezt kézjegyükkel. Ahogy fontos azt is hangsúlyozni, hogy ebben a nyilatkozatban nincs semmi időbeli meghatározás, hogy mikortól lenne hatályos, már ha érvényes volna. A múlt heti szegedi győzelem után bizakodva várták a szurkolók a Várfürdő Gyulai Termál FC aktuális mérkőzését. A csapat szombat délután a szintén a középmezőnyhez tartozó, de utóbbi hat találkozóján nyeretlen Pest Erzsébetet fogadta. Nem lehet azt mondani, hogy jól kezdődött a találkozó. A harmadik percben Lázár jobboldali beadását Fekete tette Kis Dávid elé, aki a gyulai hálóőr meglepetésére baldal a kapuba emelt. A vendégek 4 perc múlva Fekete szólója után próbálkoztak újra a gólszerzéssel. A következő ilyen alkalomra közel 50 percet kellett várni. A Termál a 22. percben teremtett igazi veszélyt a Pest Erzsébetiek kapuja előtt, Nagy Gergely beadása után azonban felszabadult a vendégkapu. 4 perc múlva Barna fordulásból leadott lövése került el Imre kapuját. A 37. minutumban újabb lehetőség adódott a Gyula előtt, Sipos beadását Bondár nem tudta kapura fejelni, az eredmény a szünetig már nem változott. A második játék részre felpörgött a hazai együttes, a vendégek pedig láthatóan visszavettek az amúgy sem túl erős iramból. Az 50. percben egy szép csel után Kovács Tamás lőtt fölé, egy perc múlva ugyanő adott be, majd Barna fejese után került közel a Termál az egyenlítéshez. Mikorra mindenki elkönyvelte, hogy ez a félidő hazai fölényt hoz majd, az 59. percben a félpályáról induló Lázár Benyámin ragasztott óriási gólt Nagy Bálint kapujába. A hazaiak 5 perc múlva Sipos révén még szabadrugásból veszélyeztettek, a hátralévő közel fél óra mégis igazán nagy helyzet nélkül telt el, így a végén maradt a 0-2. Túri Zoltán azt mondta, bízik abban, ez a győzelem lökést adhat csapatának. Szekeres Lajos kiemelte, hiába játszott a Termál mezőnyfölényben, az a csapat nyert, mely tudott 2 gólt lőni. A Termál a következő mérkőzését idegenben játssza a listavezető Vác ellen, majd 2 hét múlva a Pest-Szentlőrinc látogat Gyulára. A könyvtárban szokatlan az ecsettel munkálkodók látványa. Ezúttal azonban az Ifjúsági Kultúra Kávéház egy képzőművészeti workshop keretében adott lehetőséget ecsetet ragadni az érdeklődő fiataloknak. A résztvevőkkel Kukár István alkotó foglalkozott, mint mondta, megpróbálja megmutatni, hogy a festészet nem csak magányos műfaj lehet, hanem együtt is létrehozhatnak egy nagyobb alkotást. Tudni kell a papírról, hogy a papír a vizet, nedvességet kap, akkor meggyúlik. Kukár István nem csak elsősorban technikákat ismertetett, hanem egyfajta szemléletmódot próbál meg bemutatni. Az Ifjúsági Kávéház programsorozata a jövőben is várja az érdeklődő fiatalokat. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt szombaton Gyulán. A város külterületén 17 óra 50 perc körül egy beépített erőgéppel működtetett kerékpárral közlekedő férfi hajtott az útpatkára. Ott elesett és súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit az illetékes rendőrkapitányság vizsgálja. Az élőzenét illetően megkülönböztetünk komoly zenei rendezvényt, azaz hangversenyt és könnyű zenei koncertet. Napjainkban számos műfajból válogathatunk a zenei ízlésünknek megfelelően, mindenféle stílus elérhető. Az élő zenének mégis más hangulata van, főleg egy koncerten, ahol közösségi élmény a zenehallgatás. Manapság újra divatban van az élő zene. A fiatalok nagy része szeret és szokott is koncertekre járni, csak úgy, mint az idősebb korosztály. Ön
Szokott koncertekre járni? Igazából korom miatt már inkább színházba megyek, mint koncertre. Én már nem szeretek csápolni. Na de komoly zenei koncert? Az igen, de itt nem, én nem Gyula, hanem csak Szegeden. De Szegeden szokott? Mondjuk kimenni ott a szabadtérre? Hát szabad, igen, a szabadtérre szoktunk járni, meg a nagy színházba szoktunk. Nem sűrűn, egyébként egyszer vagy kétszer szoktunk járni, amikor gyerekek. Nem, ha tehetem, akkor mindig dolgozom, és utána meg pihenek, és most is nehezen sikerül csak eljönnünk 3-4 napra pihenni. Uh-huh. És egyébként milyen zenei műfaj áll közelhöz egyébként? Hát opera régebben, Pestre volt béletünk, tehát oda azt nagyon szerettem. Operet. Hát már ez nem az én korosztályomnak megfelelő szórakozás, úgyhogy nem igen jár a koncertekre. És esetleg komoly zeneire, vagy korábban? Azt inkább. Hát úgy annyira, hogy a rádióban szinte állandóan csak a Bartók rádiót hallgatom, úgyhogy amikben komoly zenéket közvetítenek általában, és azt kedvelem inkább. Akkor ez a műfaj áll közelül? Igen, igen, mindenképpen. Megalakult az új képviselő testület Békés Csabán. Lapszemle következik. Megalakult az új testület Csabán. Szarvas Péter polgármester általános helyettese, valamint a gazdasági ügyek felelőse Hanó Miklós lett, közölte a Csabai Mérleg. Közművelődési, sport és oktatási ügyekért felelős alpolgármesteré Kis Tibort választották, a költségvetési és városüzemeltetési feladatok pedig a jövőben ahhoz a Nagy Ferenchez tartoznak, aki a megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságának jelenlegi vezetője. Az amaránt. Biológiai értékének elismerését jelzi, hogy a NASA az amarántot felvette az űrhajósoknak összeállított élelmianyagok listájára, írta a Gyulai Hírlap. Az amarántnak különösen a lizin tartalma magas, ami egy eszenciális aminósav, amely az izomépítésben és regenerációban játszik fontos szerepet, jó hatású érelmeszesedés ellen és gátolja a rákos sejtek kialakulását. Elhajtott a gázoló. Nem adott elsőbséget, elütötte a bácsit, majd továbbhajtott, írta az Orosz Café. A rendőrök egy sötét színű autót és a vezetőjét keresik. A hétfődéli baleset a Mikszáth Kálmán utca és a Győri Vilmos tér kereszteződésében az evangélikus templom előtti gyalogátkelőn történt. Konferencia a cselekvő szeretetről. Tettel, szeretettel címmel szakmai konferenciát rendeztek Debrecenben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja szervezésében, adta hírül a Magyar Kurír. A felszólalók a szeretet tanításának felekezet közi érvényességét, ökumenikus értelmezését hangsúlyozták. Továbbra sem kell esővel számolni, a reggelek azonban hűvösek és ködösek maradnak. November 1-én is hasonló időre van kilátás. Szerdán az évszaknak megfelelő időjárásban lesz részünk, azonban eső nem várható. Reggel párás, foltokban ködös reggelre ébredünk majd. Napközben túlnyomóan felhős lesz az égbolt felettünk, délután helyenként előbújhat a nap. A korai 3 fokot követően a délutáni órákban 11 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a hét első felében jellemző száraz őszi időjárás. A reggeli kötfoltokat követően napközben inkább a felhőké lesz a főszerep, azonban csapadékra továbbra sem kell számítanunk. A gyenge légmozgás mellett csökken a napsütéses órák száma, hajnalban 4, délután 11 fokot mérünk majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Próbaüzemben a padlófűtés. Elkészült az almási kastély geotermikus rendszere, folyik a restauráció. Hogyan éltek a kastélyban? A kiállítás a hátsó fertály, vagyis a cselédség életét is bemutatja. Megújult a közvilágítás. A biztonságos ledes lámpatestekkel évente 25 milliót spórolhat a város. Felkúsztak a tabellán. Az Ajka elleni góllal a szegediek a középmezőny első feléhez csatlakoztak. Vizes árokba esett, átfagyott. Nyakig merült az ittas kerékpározó, akit kimerülten szállítottak kórházba. A Gyula TV híradóját látták. Most a sorsforduló következik, utána a kézjegyet, majd a pódiumot tekinthetik meg. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!